Jó ütemben haladnak a kivitelezők a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályán az új sztrókőrző szoba kialakításával. Ezen a héten is bejárást tartottak, nézték, egyeztettek, mit kellene még beszerezni, alakítani, hogy a lehető legmegfelelőbb körülményeket teremtsék meg. Mint ismert, a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett Karissa kupával idén ezt az osztályt támogatták. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a kispályás focitornán összegyűlt adományokból orvosi eszközöket vásárolnak, azonban időközben módosult a terv, és egy speciális szobát is kialakítanak az eszközök beszerzése mellett. A jótékonysági akció a Dunajvárosi Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályát választottuk még novemberben a szakmai stábbal, hogy a Karissa kupa alkalmával, a jótékonysági akciónkkal őket fogjuk megtámogatni, méghozzá a sztrókőrzőben eszközöket, berendezéseket fogunk vásárolni a befolyt pénzből, és ezzel is segítve az itt dolgozóknak a munkáját és a betegeknek a gyógyulását. És menet közben szerencsénkre, ugye a Karissa kupa után 1.500.000 forintot sikerült összegyűjtenünk, és hogy innen is köszönjük a támogatóknak, partnereknek, mindenkinek, aki hozzájárult akár 1 forinttal is ehhez a remek összeghez, hogy utána egyeztettünk a kórház igazgatójával, gazdasági vezetőjével, és sajnálatos módon azt kellett közölniük, hogy nincs rá a kórháznak így forrás erre a szoba kialakítására, ezért a támogatóinkkal és a Karissa kupa, illetve az önkormányzat és a DLS partnereivel közösen úgy döntöttünk, hogy a partnereket összehívjuk egy megbeszélésre itt a kórházon belül, és nézzük meg, hogy mivel tudnak ők segíteni nekünk, hiszen rengeteg vállalkozó áll a szövetség mellett, és nagy öröm volt számomra, hogy amikor följöttünk ide az 5 partnerrel, szinte azon vitatkoztak, hogy ki mit fog ebbe bevállalni, és ahogy látjátok, lassan átadásra kerül ez a szoba. Nagyon sok munka volt vele, 3 hétig tartott a felújítás, ugye a plafontól, a mennyezeten keresztül a falakat, a mosdókat le kellett szerelni, új mosdó lesz. Ahogy látjátok, mögöttem a nővérkepult, egy nagyon új nővérkepultot fog kapni a nővérke, akit jól tudja majd végezni a dolgát. A mögötte lévő beépített szekrény, ugye hamarosan felkerülnek a szalagfüggönyök, új ágyneműket is fog kapni, ajtót kapott ez a szoba, úgyhogy teljesen felfrissült ez a szoba. Jó ide bejönni, és ez is volt a cél, hogy egy olyan szobát alakítsunk ki, ami meg fogja nyugtatni a betegeket. Petrás Gábor elmondta, a kupán összegyűlt mintegy 1,5 millió forintot, már jóval túlszárnyalta a segítség ezzel a felújítással, és örömteli, hogy a jó ügy érdekében ilyen összefogás valósult meg. Ez az összefogás a Karissa kupa alkalmával, ez addig jutott, hogy ez az 1.500.000 forint, ez már rég túlnőtte, hiszen ebből csak és kizárólag, hangsúlyozom, az eszközöket fogjuk, és meg is vásároltuk. És jó hírrel kell szolgálnom, a 4 monitor és az 1 púzusmérő, ami pont 1.500.000 forint lett volna a beszállító ajándékba a kórháznak, 2 darab púzusmérőt fog adni. Így igazából 1.717.500 forint, ami jótékony a Karissa kupa eszközei, és ugye hozzácsatolom ezt a felújítást, és itt ugye új anyagok beépítésére is sor kerül, hiszen lesz itt egy új klíma, ajtó, ahogy mögöttem lévő pult is. Ez körülbelül 1,5 millió-2 millió forint értékben újult meg ez a szoba, úgyhogy nagyon boldog vagyok, mert úgy gondolom, hogy a Karissa kupa azon túl, hogy szakmailag elérte a csúcsát, az a jótékonyság, az az összefogás, ami Dunajvárosban van, ez példaértékű. Mint az Pap Györgyi, az osztályvezető főnővér elmondta, eddig nem volt külön stroke őrzőszoba, így nagyon örülnek a lehetőségnek. Vázolta, hogy miként is szolgál majd a betegek gyógyulási folyamatában ez a speciális szoba. Itt, ebben a helységben az akut stroke betegeket fogják őrizni. Sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek és követelnek, mert az első 24 óra, 48 óra jellemzően azzal telik, hogy ismétlődik a panasz. Úgyhogy erre megfelelően kell reagálni, nagyon komoly agynyomásfokozódás léphet föl, nagyon súlyos légzés probléma, úgyhogy mindig attól függ, hogy mi az alapja a betegségnek, lehet egy szívritmus zavar, lehet egy keringési zavar, és ezeket mind figyelni, követni kell. Itt monitorozva lesznek a betegek, ami azt jelenti, hogy ha szívritmus zavar van a háttérben, azt látjuk,
itt lesz folyamatosan a nővér, úgyhogy tud rögtön szólni a beteg, hogyha ő érez bármi panaszt, de nagyon gyakran az is előfordul, hogy nem képes szólni a beteg, mert beszédzavara van, vagy éppen eszméletét veszti. Úgyhogy ez mind nagyon fontos, mi ellenőrizzük a légzést, az oxigenizációját, ugye egy pulzoximéter, illetve az a monitorozva, ha kompletten monitorozzuk, akkor ugye ellenőrizzük az EKG jeleket, a vérnyomást, és a légzéssel összefüggően az oxigén szaturációt. Ezt folyamatosan rögzítjük, dokumentáljuk is, de hát nem kell minden értéket mindig leírni, mert szem előtt van a beteg. Általában úgy tervezzük, hogy általában 2-3 napot lesz itt az őrzőben, aztán szépen ki fog kerülni a nagyobb kórtermekbe, és az új akut helyzetben levő beteget veszük fel a helyére. Az új eszközöket már megrendelték, de még nem érkeztek meg. Ennek függvénye az is, hogy mikor készülhet el kompletten a szoba a teljes felújítással és berendezéssel, ám várhatóan 2 hét múlva már használhatják is a gyógyításban.